Pétfürdőre érkezett ide hozzánk, különleges hangszereket hozott magával. A mai estén mit várhat a közönség? A legújabb albumaimat mutatom be, ezek 2023-as újdonságok. Ez most egy ilyen hármas CD csomag, a Nap és Hold meditáció címet viseli, az első rész, tehát ez egy ilyen hosszabb sorozat lesz. Az első lemeze az a Pánsip és Okarina címet viseli, tehát az a cím is sugallja, hogy Pánsip és Okarina szerepel benne. Alapvetően egy ilyen íres hangulatú zene, tehát szerintem pont passzolni fog ebbe a millióbe. A másik a Zen E2 című album, egy ilyen meditatív lemez, a harmadik pedig a Fuvolák tavasza. Ez mind a három nagyon ilyen pozitív, felemelő muzsika. A sorozatnak pedig az a koncepció, Nap és Hold, még a kiadóm tanította meg annak idején, hát ugye 30 éve kezdtem, hogy ezek között a zenék között, az ilyen meditatív zenék között alapvetően két nagy csoport van, a szoláris, meg a lunáris muzsikák. Tehát a szoláris az, amit nappal jobb hallgatni, a lunáris az meg, amit este. És hát ez lesz a koncepció benne, hogy egy adott hangulatnak megcsinálom az esti és a reggeli változatát, és amit mondjuk nappal jó hallgatni, amit meg este. Milyen kötődése van a zenéhez? Mikor indult a zene szeretete, és miért ezeket a különleges hangszereket választotta? Az édesapám zenetanár volt, nem igazán volt választási lehetőségünk, nekem is a 4 évvel fiatalabb testvéremnek egy ilyen családi zenekart csinált. Azért lettem én a szólista, mert én voltam az idősebb, és ő gitárművész tanárként az akkordokat hozta, és a testvérem pedig a basszust később. Aztán így lett egy kis családi zenekarunk, ami később a három ember miatt, nagyon különböző ízlésű emberek vagyunk, szétment. Ugye a kötődés az innen származik, és azért lett ilyen sokféle fuvola, mert amikor elkezdtem saját zenék írásával foglalkozni, akkor értelemszerű volt, hogy én klasszikus fuvolistaként mindenféle egyéb fuvolát meg tudok szólaltatni, és a nagy kultúrák fuvoláihoz nyúlhattam. Az ilyen legjellemzőbb az az ír fuvola, aztán az indiai fuvola, de hát a kínai fuvola is nagyon, nagyon nagy zenei gazdagsággal rendelkezik, de minden nagy ilyen zenei kultúrának, legyen az dél-amerikai, van egy olyan jellemző fuvos hangszer, például a pánsip vagy a kena, amit én be tudok emelni a zenémbe. És az egy dolog, hogy van egy ilyen alapvetően az ír zenén nyugvó mag, amire ráépítek mindent, de amikor egy másik hangszert veszek a kezembe, akkor egy kicsit kirándulok Indiába, Távol-Keletre, Dél-Amerikába, és az ad neki egy ilyen világzenei hangulatot. Én egyébként úgy hívtam a kezdetek kezdetén, hogy ez egy spirituális világzene, csak azóta mást hívnak világzenének. Tehát nem azt, amiben mindent összekutyulunk, hanem az, ami mondjuk egy adott tájegységnek a, például valaki mondjuk a magyar népzenéhez nyúl jazzes stílusban, akkor az világzene. Én azt gondoltam, hogy az a világzene, amiben összekeverednek a hangulatok. Thank you.
az élet pályája alatt, ami eddig történt az évek alatt, hány mű született? 50 albumot jelentettem meg, vagy inkább 52-t, mert ezeket az újakat bele se számoltam, de emellett még nagyon sok más kiadványon is közreműködtem. Azért ilyen sok, mert 30 év alatt nagyjából egy fő lemez készült minden évben, de 2012 környéken rájöttem arra, hogy ezeket a meditatív lemezeket jobb, hogyha szétválasztom a többitől, ugyanis az emberek kifejezetten keresik azt a fajta muzsikát, ami egy album hosszán át ilyen egészen nyugtató, pihentető. Tehát amikor valaki egy levezető jóga gyakorlatot végez, vagy éppen el akar aludni, akkor nem akar semmiféle mozgalmasságot a zenébe, hanem egy egységű zenére vágyik. És így aztán készítettem olyan zenei sorozatokat, amik tulajdonképpen lehettek volna egy CD-nek a számai, de egyszerűen kinyújtottam őket 70 perc hosszúságúra. Hát ez nem úgy, mint a rétestész, tehát azért ízlésesen, de így szaporodtak meg nagyon a lemezek. Milyen témaköré építi fel a zenéket, a műveket? Nekem mindig ez a pozitív életérzés a vezérhangjám. Egyébként most 2014-től írtam 3 regényt, és ezekben eléggé pontosan megfogalmazom, bár egy történetbe ágyazva, hogy mi az én, után hangzik, hogy arcpoétikám, mert ugye zenére szerintem ez nem alkalmazható, de hogy honnan erednek ezek a muzsikák. Egy nehéz világban élünk, de mindenféle technika létezik arra, hogy az ember megnyugodjon, összeszedje a gondolatait, és pozitívvá fordítsa az érzéseit. Tehát a helyzetét nem biztos, hogy meg tudja változtatni, de ha az érzéseit megváltoztatja, az már óriási eredményt, hiszen általában nem a helyzetek okozzák nekünk a fájdalmat, az a keserűséget, hanem a helyzetektől érkező bennünk kiváltott érzelmek. És ez egy egyszerű segítség a zene, mégis nagyon hathatós. Különleges helyszíneken is zenél, most is igazából a Pétfürdői Ligetben vagyunk. Milyen helyszíneket választ még a koncertjeinek? Ez 2014-ben kezdődött ez a sorozat. Előtte engem egy showballangban már 12 évvel ezelőtt meghívtak, és ott ilyen pihenőszékekben fekve körülbelül 15 ember hallgatta az előadásomat, és úgy éreztem, hogy hát ennél mélyebbre már nem sietett a karrierem, mint hogy egy pincében itt 15 ember szundikál a koncerten. Azt gondoltam annak idején a komoly zenei pályám hajnalán, hogy majd a kongresszusi központban fogok nagy előadásokat tartani, de aztán rájöttem, hogy ha már ilyen nyugis zenét játszom, akkor ennek kétségtelenül ez a jobb közeg. Nyaranta ugye az emberek nem akartak bemenni ebbe a showballangba, ahol klubszerűen játszottam Budapesten. Az első helyszínek praktikusan arborétumok, kertek voltak. Először az Zirci Arborétum, mert oda jártam sokat középiskolás koromban, de aztán a Szegedi Fűvészkert következett a Kámoni Arborétum Szombathelyen, és így azóta is gyűjtögetem a helyszíneket, illetve a szervezők is rám találnak. Gondolom a képek alapján így kerültem ide is, de hát ennek a receptnek tulajdonképpen ugyanaz a lényeg, amit az előbb említettem, hogy van ez a pihentető zene, amit viszont sokkal kellemesebb ilyen fekvő állapotban hallgatni, és ezt egy parknak az aurája erősen megfejli. Tehát itt pusztán az, hogy az emberek lefekszenek, a felhőket nézik, a madarak röptét, a fákat így alulnézetből, ez már egy olyan élmény, amire tulajdonképpen csak egy kis habatortán a muzsika. Thank you.
Hogy vesz észre azért a mai rohanó világban? Nagyon nagy szüksége van az embereknek erre a picit megnyugvásra, meditatív állapotra? Hát egyre nagyobb szükség van, ugye ezt a nagy videó megosztónak a nézettségi alapján is lehet látni. Én ebben mondjuk nem tudtam részt venni, mert én mindig is tartózkodtam tőle. Ilyen hosszú, meditatív, 10-12 órás tanulást és alvást elősegítő zenéket tesznek fel. Szerintem ez tulajdonképpen már népszerűbb kategória, mint adott esetben egy zenei szegmens, mint külön mondjuk a rock zene, vagy külön mondjuk a pop zene, csak egyszerűen nem foglalkozik vele senki. Tehát ez a zenének a perifériára szorul, pont azért, mert kevesen találják meg azt a módszert, hogy hogy lehet ezt koncerten bemutatni. Tehát, hogyha ez koncerten elhangzik, akkor hasonlóképpen valamilyen visszafogott, intim helyszín, kevés létszámú közönséggel, ezt a sportcsarnokban nem lehet bemutatni. Most a 10 000 ember egymás vállára borulva szundikál, tehát ez nem életszerű. Azt látom, hogy egyre nagyobb a szükség rá, és szerencsére már nem kell elnevezni. Mert az elején ilyen mindenféle bélyegek ragadtak rá, mint hogy ezoterikus zene, vagy New Age zene. Ugye ezek nagyon nem jó címkék, mert sok emberből egyfajta ellenérzést váltanak ki, tehát elfordulnak ettől a muzsikától. Még rendes nevet nem kapott a gyerek, tehát én azt veszem észre, hogy nincs rendes neve, tehát hogy igazából nem nagyon találja helyét ez az egész dolog, de az emberek meg nagyon szeretnék ezt. Azt gondolom, hogy Magyarországon egyedülállónak számít az, amit ön csinál. Ez valóban így van-e? Vagy esetleg külföldön járt-e már? Csak magyar lakta helyeken jártam, és őszintén szólva, főleg, hogy 12 éves a gyerek, nem is nagyon vágyom arra, hogy ennél többet utazzak, tehát pontosan elég kilométer van már bennem. Viszont, hogy Magyarországon én egyedülálló lennék, az egyáltalán nem igaz. Rengeteg ilyen zenész van, egyre több, és egyre érdekesebb dolgokat hoznak a fiatalok, meg aztán végképp. De ők eleve például nem úgy gondolkodnak, mint én, hanem eleve külföldi megjelenésben is gondolkodnak, mivel hogy nem szöveges. És rengeteg ilyen fesztivál van, ahova ők szívesen elmennek. Tehát ezek a fesztiválok egyből felszippantják akár a fiatal előadókat, de én nem fogok elmenni sátorozni, meg ilyesmit. Tehát én az 51 évesen már nem fog sátorozni. Kétségtelen, hogy a zeném az megállja a helyét abban a közegben, amiben a magyarok elhelyezik. Tehát ezek a, milyen neveket mondjak, Lorena McKennyt, vagy Enyához hasonlítják, vagy esetleg Vangelishez. Egyébként ők érdekes módon nem kifejezetten meditatív zeneszerzők. Amikor egyszer megkérdezte valaki Lorena McKennytől, hogy ő ezoterikus zenésze, nem értett, hogy mi a kérdés. Mert ő egy ír zenét játszó hölgy, de nagyon nyugis zenéi vannak. Vagy például most volt egy Oscar-díjas zene, ez a Pi élete című filmnek a muzsikája, az a legjobb meditatív lemez, amit életemben hallottam. Azt gondolom, hogy ugye a létjogosultsága megvan, nekem is volna esetleg további lépési lehetőségem, de nem ez a fő, tehát nekem ez kielégítő, amit csinálok. Sok-sok szerzeménye van. Van-e ezek közül olyan, ami igazán a szívéhez közel áll, amit kiemelne? Talán mindig a legfrissebb, de inkább a mozgalmasabbak. Tehát én amikor ezt elkezdtem, nem gondoltam, hogy a meditatív szegmens az ilyen erős lesz benne. Tehát egy-egy nyugisabb számot csináltam egy albumomban, és közben elfedeztem föl, hogy az emberek mit akarnak tőlem hallani, és jelezték, hogy hát, hogyha van egy ilyen lemez, aminek mondjuk a háromnegyedén elszundikálnak, akkor egyáltalán nem jó, hogy felébresztem őket. Mert én mindegyik lemeznek a végére tettem egy mozgalmasabb számot, azt gondolván, hogy az jó dolog, hogy hát a végén akkor mégiscsak ébredjünk fel, de nem jó. Tehát igazából ez egy bolond ötlet, ha már ilyen zenét csinál valaki. De én mégis ezeket a mozgalmasakat szeretem, amik ráadásul kapcsolódnak a regényeimhez. Tehát én most egy olyan világot próbáltam ebben megteremteni. Igaz, hogy viszonylag kevesen kíváncsiak rá a zenehallgatók közül, de ennek egy olyan érdekes összetett világot teremtettem, tehát hogy minden egyes regényhez kapcsolódik egy zene, ami mondjuk nem filmzene, hanem könyvzene, egy szöveges meditáció, ami inkább valami olyasmi lélekutazás címmel jelentek meg,
ami arra ad lehetőséget, hogy a könyvnek egy-egy pontján az ember leálljon. Tehát ugye egy történetben nem lehet leállni, most mit értünk leállását? Például, hogyha az ember elmegy sétálni a tengerparton, és van egy olyan hely, ahol lefekszik, és a csillagokat bámulja. Tehát erről nem lehet mondani semmit. Erről nem lehet mesélni semmit. Ezt nem lehet egy történetbe hosszasan taglalni. De egy szöveges meditációban itt már nagyon el lehet vinni a hallgatót. Ugye ezek külön is élnek, tehát sokkal több szöveges meditációt adtam el, mint könyvet, illetve olyan meditatív zenéket írtam, amik a könyv hangulatát segítik elő, tehát a könyv olvasás háttereként ajánlom őket, hogy a történetet segítik azzal a hangulattal, ami a zenében megjelenik. Esetleg most van-e valamilyen album készülőben, megszületette már az újabb ötlet a fejében? Ugye ez a nap és hold meditáció, amiről az elején beszéltünk, ez most született meg, ez friss, nagyon fontos volt már, hogy újat csinálják, mert 2022-ben nem tudtam, hogy minden évben csináltam, egyrészt nagyon elfáradtam tőle, és rájöttem arra, hogy ez nekem emberileg is borzasztóan hiányzik, meg azért is, mert nagyon megunom, amit játszok a koncerten, tehát kell egy új anyag, és ez a Pánsip és Okarina, ez nagyon vonzó volt a közönség számára, tehát erre bejönnek, úgymond, de már nagyon könnyökömön jött ki, tehát csináltam egy új Pánsip és Okarina anyagot, erre koncentrálok, hogy minél több érdekes hangszer legyen benne, minél több hangulatot megmutasson, és ez az esti-reggeli koncepció meglegyen. Említettem, hogy a gyors zenék a kedvenceim, úgyhogy egy ilyen gyors albumot szeretnék még csinálni. Thank you.
Thank you.